Kegyelem nektek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szemeim az Úrra néznek szüntelen, fordulj felém, és könyörülj rajtam. Lásd meg elesettségemet és gyötrődésemet, és bocsásd meg minden vétkemet. Őrizd meg lelkemet, és ments meg engem, ne szégyenüljek meg, hogy benned bíztam. Dicsőség az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mind örökkön, örökké. Ámen. Szemeim az Úrra néznek szüntelen, fordulj felém, és könyörülj rajtam. Kedves testvérek, hallgassuk meg a mai napra választott igét, amint megírva találjuk Máté evangéliumának tizedik fejezetében, a 38. és a 39. versben, a következőképpen. És aki nem veszi fel keresztjét, és nem követ engem, az nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, az elveszti azt. Aki pedig elveszti életét, én értem, az megtalálja azt. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, akinek a vállára rárakták a keresztet, az tudta, hogy le kell számolni az életével, halára szánták, meg kell halnia. Jézus tanítványai tudták azt, hogy ezt meg kell tanulniuk, hogy nem élhetnek olyan vágyakkal és indulatokkal, amelyek Krisztustól elválasztják őket, és az evangélium továbbadásának az akadályai. Nem élhetnek önmaguknak, szolgálatukat csak úgy végezhetik, ha bűnös kívánságaikat halára szánják, azokkal leszámolnak, és ezzel az önmegtartóztatással tanúsítják, hogy mindennél fontosabb számukra Krisztus szeretete, és a benne kapott bűnbocsánat és a reménység. Ezt az önmagunk kísértéseivel, indulataival szembeni harcot a mai tanítványnak is folytatnia kell, különben ma sem lehetünk Krisztus követői. A mindennapi szóhasználatban a kereszt kifejezést életünk különféle terheire is használni szoktuk. Ezek a terhek valóban lehetnek olyanok, amelyeknek a súlya az összeroskadás veszélyével fenyeget. Lenyom a porba, és így megakadályozza azt, hogy Krisztust kövessük. Krisztus maga is leroskadt keresztfája súlya alatt, mégis engedelmes maradt Isten akaratának a félelem és a terhektől való szabadulás vágya nem vihet minket sem engedetlenségbe. Terheinket türelemmel és szelítséggel kell hordoznunk. Isten kért erővel vállalva a szenvedést is, tudva azt, hogy a kereszthordozás is Istenhez visz közelebb. Imádkozzunk. Uram, amikor kísértenek az indulataim, vagy roskaszt a keresztem, erőddel légy velem, őriz meg magadnak, add békességedet. Add, hogy keresztemet békével viseljem, engedelmességedet örömmel kövessem. Hűségedért hűséget, néked én adhassak, buzgó hittel tégedet, holtomig áldjalak. Amen.